Let's see where this takes us. Hey, Ellie, mit csinálsz? Take your time. Almost done. Okay. Szép munka volt. It looks clear. Far as I can see. Good. Hello. Shamblers. As if the others weren't bad enough. Guess that's nature for you. Yeah, well, nature's an asshole. Bizonyám. A rohadt kurvája. Akarom mondani. Hello? Hello? A játék alatt nem kaptam összesen annyi 9 mm-es töltényt, mint amit az elmúlt 10 percben. És végig úgy játszottunk, hogy nem tudtuk a 9 mm-t használni, mert nem volt hozzá lőszer. Most, hogy tele van a lőszer, és nincs egyetlen egy talp alatnyi hely se, hogy fölvegyem a 9 mm-s lőszert, most önti a nyakamba. Gyanús volt nekem, hogy be lehet mászni. Van ennek valami oka? Komcsi, semmi. Ó, de. Úgy így jutottam be ide? Hello. Dr. Daniela Starr, megint gyűjtögetőkártya. Na nézzük. A doktornéni. Doktornéni, kérem szépen, 100-as elmével van. Erő 60, Future Alliance-nek dolgozik. Spark Century 22 toborozta be a Titán legjobb tudományos akadémiájára, ahol az ionhajtóművet fejlesztő részleghez került. Kollégái figyelő tekintete előtt dolgozta ki minden várakozást felülmúló terveit. A rohadt kukkolos kollégák, figyeltétek? Amikor megtudta, hogy felettesei energiafegyverként akarják használni a technológiáját, fogta az eredményeit és a Ganymédeszre menekült. A szép hely. Oda járok én is minden hétvégén nyaralni. A Future Airlines oltalmában ettől kezdve azon dolgozik, hogy megalkossa az első fénynél gyorsabb meghajtást. Hát akkor ő a térhajtóműnek az atya, illetve az anyja. Hát akkor a Star Trek-eseknek is sok mindent köszönhetnek. Hello, drágám, megjöttem. Hol az asszony? Dina. Basszus, elvesztettem az asszony. Na, mi van? Hol sétálunk? Hey, doesn't this look like the lady from the scar graffiti? Yeah. Érdekes. Why do you think the wolves call them scars? After the shit we saw today, I'm not sure I want to find out. Same. Érdekes. Ez a folyosóval jöttünk, igaz? Ja, mert így jöttünk körbe. Azért van annyi ajtó. Itt is egy ajtó. Hey! Devi? Ja, Dani? Nem, Devi. Akkor jól láttam. Megint elfejtetted a kódot, hozz nekem egy üdítőt, és tiéd a kód. Ó, várj, ott meg lehetett fordítani. Ez az?
Csodával határos túlélők az elhagyatottnak hit negyedben. Lower Queen Anne, a katonai csapatok meglepve fedeztek fel egy egész túlélő közösséget az elhagyott városrészben, míg a környező kerületeket elárasztották az egész országot felduló Cordyceps fertőzés áldozatai. Ezek a kattogósaink. Ezek a túlélők sikeresen tartották tisztán az utcáikat és otthonaikat az elmúlt 6 hónapban, méghozzá teljesen egyedül. Alig pár nappal azelőtt találtak rájuk, hogy kifogytak volna az élelemből, ami valóban felér egy kisebb csodával. A közösség tagjai egyhangon egyetlen asszonynak köszönhetik a túlélésüket. Elszakadt oldal. Nem egyszerű felkészült túlélő, aki megtöltötte a bunkerjét az egész környéknek. Amikor megkérdezték, mi is inspirálta, gondolom, válaszolt, hogy látomása támadta katasztrófára, gondolom, a járványt mennyei megtorlásként jellemezte. A többi túlélő sietve egyetértett vele, a sötétségben utat mutatott nekünk, volt annyi előrelátása, hogy tudta, hogy megtalálnak minket, annyit kellett tennie, hogy amikor a katonák már maradni akartak, annyit kértek tőlünk, amivel kibírják, példátlanul veszélyes a karant elutasító. Még egyet fognak elgé. Szép, szép. Én se tudtam volna jobban megfogalmazni. Hasonlóképp vélekedtem én is. Kérdés, hogy ez a közösség, ez én szerintem a izék lehettek. A csodálatos farkasok. És onnan indult ki ez az egész hóbelebanc. Srácok, onnan jöttünk, vagy onnan jöttünk? Onnan jöttünk, nem? Akkor erre megyünk. Ott volt még egy ajtó, akkor azt előbb megnézzük. Rohadt labirintusos anyám kénye, hát megőrülök. Ezt láttátok? Itt volt még egy ajtó. Shit. Needs a combination. Azt mondta, hoz nekem egy innivalót és megtudod a kódot. Automata? Na várjunk. Megint elfejtetted a kódot. Hozz nekem egy üdítőt, és tiéd a kód. Hello, Bello. Hozz nekem egy üdítőt, és tiéd a kód. Itt az üdítő automata. Aha, várjátok, itt is vannak automaták. Egyébként olyan, mintha számok lennének odaírva, de nem tudom leolvasni a számokat. Mert túl izé. Olyan, mintha azok számok lennének, de nem. Ez ugyanaz. Hozz nekem egy üdítőt, és megtudod. Na, az első komolyabb rejtély. Hozz nekem egy üdítőt. Tehát tuti, hogy valami köze van az automatákhoz. És mivel azt hiszem, ha jól láttam, 4 számjegyet kell beütni. Az anyádat.
A B-52-esek, várjatok srácok egy pillanat, hát itt repkednek a dögök. Hát mit repkedtek ti emberek? Nem szígyed magadat. Ó, de jó. Úgy bejöttetek egy jó páran. Ó, de jó lesz. Már tudom, mivel fogok szórakozni stream után. Ó, ezek a rohadt kis apró szarok, tudjátok. Hát, nem bejöttek körülnézni? Remek. Bogár Invasion. Nesze neked lámpa. Na, asszony inkább segítené megoldani. Special Cola, Special Cola, Special Cola. Megyünk kezdve, jobban látok. Nem maradt valami cuccit eldobrakva? Ott egy kóla. Az van, csak ezek ellen mit érsz? Úgy átjönnek rajta, mint a szél. Ezek a kis szarok. Szevasz Vosor egyébként, mi újság? Megőrülök. Ha már itt voltam. Ez jó. Ez tényleg jó. Ah, oké. Oké. A kód 152. Oké, elég a tippekből. Ha nem tudsz rájönni a többire, akkor nem te vagy az emberem. Hogy a többiben is most kéne lenni, amúgy vagy? Azt mondja, ha nem tudsz rájönni a többire, nem te vagy az emberem. Hát akkor feltételezem, a többibe is van. Még valami? Már megnézzük. De itt nem láttam. Na várjatok, 1-5-2 azt mondta, igaz? 1-5-2. És mi nem jövök rá a többire? Ja, ja, mert úgy csak egyszer lehet beütni. Ja, ja, értem, mire mondja. Egy. Ja, csak egyszer lehet beütni. Jó, hát így értem, miért mondja. Igen, mert két kombináció lehet még összesen. Vagy a 3-4, de szerintem a 4-3 lesz. Igen. This has got the magic, magic, magic. Jó, én azt hittem, hogy az egy zárkombináció rendesen, tehát így érthető. Na, elfejtettük. Ja, hát figyelj, én most neki fogok állni a stream után bogarat írtani, és nincs itthon Chemotox. Gyakorlatilag, ahogy elnézem, a lámpa fölött az egész plafon tele van bogárral, ilyen pici szarokkal, meg mindennel. Úgyhogy egy fincsi írtásnak nézek elébe. Pedig amikor van itthon Chemotox, jaj de jó. Úgy befújom a szobát, én nem tudok megmaradni benne 10 percig legalább. De visszajövök és a dögök még mindig ott vannak. Én megdöglök, de a bogarak nem. Az a legszebb benne. Na itt volt valami, nem tudok kinyitni. Az is megtelt. Megint tele van mindenem? Bassza meg. Túl jól játszok, az a baj. Rá kell, hogy ismerjek arra a tényre, hogy túl jól játszok. Na, srácok, hát csak tettük. Azt hittem, hogy kifog rajtam, de aztán rájöttem, hogy van nekem egy kurva nagy csákányom.
És a mondás is úgy tartja, hogy ha nem tudod a megoldást, használd a csákányt. There must be a way around. Like your optimism. Ja, kerülő utak. Ja. Tudok egy rövidebb utat? Nem akarom. Tudtam! Miért jöttem ide le? Tudtam! Ti tettétek ezt velem? Akkor beszélgessünk! Bassza meg, engedje! Engedd el a nőmet! Na. I'm ready to get out of here. Same. Nézd meg! Minden hülye dög az én nőmet akar letapizni. De csak én nekem szabad. Bazeg! Hihetetlen! Miért tudok én mindig azzal a lőszerrel lőni, vagy azzal a fegyverrel lőni, amihez pont nem kapok lőszert? Tehát tele van a 9 millis, meg tele volt ez is, meg az is. Erre azt mondja, ó, csak biztos, ha izével lőttél a sniperrel, és akkor adunk sniperlőszert. Anyádat, azt a sniperlőszeredbe. Csak a shotgun adhat erőt. És mindent lebíró akaratot. Juhú! Van itt valaki? Senki. Mi volt ez? És az mi volt? Ez az! Sikerült körbejönni. Tudtam én. Tehát éreztem. De baszd, akkor mi a kijárat itt? Aha! Mi lenne, hogyha azt a bazi nagy táblát követnénk azzal feliratta, hogy exit? Őszer! Ad ide! Ne legyél önző, ad ide! Sorgálőszer? Nincs. Exit. Station access. Erre. Na, napfényt akarok. Mert mindenki tudja, hogy napfény járja át a testünk. Menj már innen, hülyedög. Hagyja békén, hát ez streamelek. Hát ez aztán kurva nagy napfény. Át kell értékelni a dolgokat, úgy érzem.
Mi adja ezt a csodálatos hangot? Magától az acél nem szokott recsegni, ropogni. Valaki azon áldogál. És ha valaki valahol áldogál, annak én megmutatom a sörét. Itt van nálam. Itt jöhet szembe velem. Meghívom egy sörétre. Nagyon szívesen. Ilyen kis eldugott helyecske. Lút miatt? Dehogy lút miatt, ez smucig állatok. Nem, hogy egy rakétavető vagy valami lenne itt eldugva. Azt én is. És hogy megyünk fel? Mit megpróbálkozhatnánk ezzel? Dina? Yeah, coming. Gyere már! What the hell happened here? I'm gonna say some kind of train crash. Thanks, Sherlock. Mondom, magától nem recsegnek az acélzék, szerelvények. Ó, nézd már. Valaki ott hagyta a Jim Beamt az ülésen. Úristen. Milyen gyorsan kellett annak távozni, aki még a piát is ott hagyta. Várjál. Rossz a kijárat. Várjál. Erre megyünk? Getting closer to light. Telefonáljunk. Kérek segítséget, telefonáljunk. Bár itt van nálam a shotgun, akkor meg tudjuk felezni. Hey, let me get you up there. Yeah. Már megint a nehezebb mászik a kisebben. What you got? Két tonna maradtad. Okay. Let's rally. Itt. We're almost out. Most. Lead on. Hülye vagy. Ivan veled, asszony. Betelt, az nálam is a pohár. Bár az inkább üres. Itt küzdök a szörnyekkel, azt nincs még innivalom sem. Menj már, arrébb asszony, az Isten áldja meg, hogy mindig a rossz helyen vagy rosszkor. Hát nézd meg, bazd meg. Dina, ide jönnél. Köszi. Köszönöm. Dina. Gyere ide. No! Gyere ide! Ez hülye, bassz meg. Köszönöm szépen! Annyira rendes vagy, köszönöm szépen! Tovább tudunk haladni. Most miért megyünk a világosból megint a... Az anyádat! Azaz. Ellie, your mask! Here, we can share mine. No! Don't take it off! Ellie, stop! Ellie, stop! What? No! Ellie, no! Stop! I'm not infected! I'm immune! I'm not coughing, you see? Ja. Nem tudta. Dina. Shit. Can you run? Yeah. Yes. Let's fucking go. Go. Motherfucker. Oh, kurva. Me, de menj már arrébb. Run, Dina. Ellie. Right here. Don't slow down.
gyere már! A mocskos kurva! Megyek, basz meg! Az anyádhat! Az istenit! Eresz el! Többet kéne kardiózni, asszony! Nézd, esik! That sounds so fucking good. Biztos bedurrant a lába, elsavasodott. Oké. Oké, megint meglepett a játék azért. Lakályos. Most mi van a sajjal? És tényleg csak annyi, hogy elfáradt a maszkba? Ugye a szűkebb levegővétel miatt? Gondolom igen. Kicsit sok volt neki, gondolom. És pont, oda néz. Úgy kérték a színházba a széket, hogy bármikor lehessen vele elzárni az ajtón a két darab rácsot. Így volt rendelve. Kész. Ennyi. Érted? Pont! Milliméterre pontosan. You want to tell me what's going on with you? What's going on with me? Ellie, I just saw you breathe spores. What kinek me? I told you. I'm immune. Okay. You're immune? Come on. Pedig de. I was bitten a long time ago. The fuck are you talking about? I was bitten and nothing happened. The chemical burn. Azaz. Van egy tetkó a csaj karján, amire azt mondta, hogy kémiai égés, azért lett ott a tetkó. Nem mondta el másnak. New. Now you know. I can't get you infected if that's what you're worried about. I can't make you immune either. Ez any. Eltűntek a dögjeim. Ez baj. Kitől? Hát... gondoltam, hogy... What are we supposed to do now? Nothing. I just need to rest for a second. Are you fucking kidding? How long have you known? It was late a few weeks ago. A few weeks? We could have still turned back. I didn't know. I wasn't sure, okay? I didn't want to be a burden. Well, you're a burden now, aren't you?
make sure this place is secure. Eskü, hogy amikor ott hányt a lónál, akkor az, akkor azzal akartam viccelni, hogy na-na, reggeli rosszul légy, terhesek vagyunk. Eskü, eskü srácok, csak kár, hogy nem mondtam ki, mert akkor lenne rá bizonyíték a streambe. Ott, amikor a lónál hányt, akkor azzal akartam poénkorni, hogy na-na, terhesek vagyunk. És az meg, nekem lottoznom kell. Úristen, föl lehet még adni a lottót a héten? Mikor húzzák? Tuti meg lesz a lambó, srácok. És mit kell csinálnom? Most tényleg körbejárnom, hogy mi újság a területem? Csak ennyi? Mert akkor azt még megtesszük, srácok, és akkor a mai napra rolózunk egyet. Aha, lootolni. Ki kell lootolni a területet. Na, akkor azt még megcsináljuk. Hello. Das ist Rongi. Hát valószínűleg a korábbi csávó, akivel kavart. Mert ugye a csajszi nem leszbi, ő bisex. Na, srácok, Cassandra. Pály nekül szín az bemutatja egy amerikai tragédiát a Cassandrán. Hát, lett belőle még egy tragédia, csak az élőbe. Jobb volt a narráció. Hopp. Halló? Loot? Loot. Na, loot, nem? Szekrénybe? Egyébként ez jó feature, hogy ki lehet ütni a szekrényeket, és akkor körül lehet nézni. Jó, az zárva van, az jó is úgy. Kulcs szükséges. Ajajajajajajajaj, itt akkor azért kicsit több mindent lehet átnézni. Na jó. Menjünk, azt még lessük meg, srácok, azt utána akkor rolozzunk már egyet. Terhes az asszony. Lehet, hogy így az Ellie helyében én így megálltam volna egy pillanatra, hogy na mondom én. Mondom. Na, ez megint mi? Szeptember 1, 4, 4. Kiírogat valamit a születésnapomon. Én biztos, hogy nem. Ez hazudik, srácok. Ez tuti hazudik. Én nem írogattam semmilyet a születésnapomon. Szóval én, Perez, Green és Adam eljutottunk a hallgatóállomásig 2 nappal ezelőtt. Eddig jó. Az RFK itt még nem keresett minket. A város elesett az RFK előtt. A vak szerencsém múlt, hogy el tudtunk menekülni a főhadiszállásról. Torres, Ward és a többiek valószínűleg halottak. Itt letáborozunk. Egyelőre hálásak vagyunk, hogy élünk. 6. Nem tudok aludni, lázam van, nincs gyógyszer. Kerestem mindenhol. Semmink sincs, csak az egyenruhánk. Nincs kapcsolat a... Rádión sem fogunk semmit, vajon hányan jutottunk ki? 7. Még mindig lázas vagyok, nincs semmi komoly sebem, úgyhogy valószínűleg nem fertőzés. A többiek estig várnak, aztán megpróbálnak eljutni a kórházba és szerezni gyógyszert nekem, és készleteket is, hogy tovább mehessünk. Jó arcok! Szeptember 10-e, túl sokáig tart. Ez lehet, hogy kapott valami fertőzést vagy valamit. Azt megdöglött. Szerencsétlen csórim. Volt egy rongy, ott van. Az is meg. Tehát hogy állunk most egyébként? Hát tudunk is csinálni egyet. Adj. Nem gyújtogatunk semmit, Ellie-ke. Nem gyújtogatunk. Oh, hello! Meglepődtem volna, a bárpultban nincs semmi alkohol. Azt mondjuk meglepett volna. Hát, nevezzük magunkat alkalmazottnak. Ah, oké. What? Vá.
De tök hangulatos, hogy esik az eső. És szépen meg van csinálva tényleg, hogy átázik a csajnak is a rucia. Szépen megcsinálták egyébként. Hello. Damn. You get fried? Got it. Nem tetszik ez nekem. Mit lehet itt még tenni? Felszedni egy kis scrappet. És ez most miért jó nekünk? Megint itt egy olyan rádió, ami volt a szemét bandájéknál. Hú, csak nehogy az ő bázisuk legyen, aztán kiderül, hogy bejöttünk a csapdába. Szeptember 13. Szerintem nem jönnek vissza. Nem jönnek vissza, vagy rajtuk ütöttek, vagy itt hagytak engem. Nem az én hibám, hogy lebetegedtem. Ó, ez ugyanaz a srác, aki az előbb. A láz legalább elmúlt, de most kurva éhes vagyok. Valószínűleg feltúrhatnám a szomszéd épületet kajáért, aztán talán sikerül elérnem valakit rádión. Szeptember 15. Az állandó esőzés azt jelenti, hogy legalább szomjan nem halok. Sajnos folyton elmegy tőle az áram, így nehéz használni a rádiót. Nem... Mintha bárki válaszolna, az RFK nem támadhatta meg az összes Fedra hallgatóállomást. Kizárt. Tovább kell próbálkoznom. Akkor ez egy normál katona volt. Szeptember 16. Azt álmodtam, hogy rajtam nevettek, miközben egy lőtt sebtől elvéreztem. Egy órája keltem fel, még mindig reszketek. Kell egy cigi. Azt hinni az ember, hogy van egy-két csomag valahol egy kurva színházban, de úgy tűnik ebben nincs. Szeptember 19. Megint elment az áram. Kimegyek a tetőre, megnézem, vissza tudom-e kapcsolni. Hát, mi ügyesebbek voltunk, mert konkrétan... Mekkora köcsög. Na, valami jót. Egy rádió egyet, vagy valamit. Rasszist kulcs. Rejtély megoldva. Látjátok? A finom mechanikai mozdulatok, hogy segítetek kinyitni az ajtót? Jó, ez itt zsákutca, akkor már csak egy dolgunk van, kinyitni a lenti ajtót. Ja. Egyből tudja melyik, érted? Mintha itt laknánk. Ez a... Színházterem.
Lootra vadászom amúgy. Ki tudja, hogy hova van elrejtve valami. Popcorn a színházterembe, meg kóla. Érdekes színház lehetett az. Popcorn zabálni, akkor inkább ez moziteremnek mondanám, de ez egy színházterem. Azt megköszönöm, akkor azt elmegyek, megnézem. Ennyit köszönök, mert azt valószínűleg ott hagytam volna. Mindjárt visszamegyek érte. Spooky. No way. Oh yes. Oh yes. Egy szép gitár. Megint játszunk? Akkor előbb játszunk egy kicsit, srácok, megint. És ez tök jó van megcsinálva egyéb... Ó, most nem én játszok? De, én játszok. És ez tök jó, mert ezt mutattam már a múltkor is, hogy ugye van egy ilyen mozgás, ugye nem mozgás, hanem ilyen tapipadja ugye a PS4-es kontinak, ez nem így látjátok, és ugye ha, hát kicsit fura lesz, mert ugye le kell fognom az irányt is hozzá, de hogyha ugye a felső részét nyomom, akkor ugye a felső részét pengeti meg, ha, hát most nem, mert ugye a dallam máshogy van, de majd mutatom. Mert most csak annyi, hogy dallamot játszok. Ah, megmutatom majd később, mert most nem engedi. Most csak annyi, hogy játszom a dallamot. Most ezt én manuálba csinálja. Need to build up your calluses, that's all. Yeah. All right, come on. Does it? Yeah. Oh, shit. I'm gonna start guessing. You want to spoil your surprise now? Oh, my junk. Is it a dinosaur? Azaz. Stop trying to guess. Kettő. Alright, is it an elephant? Egy olifant, személyesen. Is it a convertible? You're not gonna guess. Is it a puppy? Is it a lot of kittens? You mean a litter? What's a litter? A bunch of kittens. Why wouldn't you call it just a bunch of kittens? I don't know what... It's called a litter. It's so dumb. It's not a litter of kittens. Okay, okay. Hot air balloon. More walking. Figyelitek, mennyire pufi bocsaj! Nem akartam mondani, mert mondom, valami fura nekem. Figyeld a karját meg... hasát meg mindent. Az arcán látszik a legjobban. Hogy ugye a... hogy mondjam, a megpróbáltatások itt ugye...
Nem érték utol még a csajt, úgymond. Végre egy picit normálisabb életet kezdett élni. Nézzétek, mennyivel idézőjelben normálisabb, vagy hát most kinek mi tetszik jobban, ilyen egészségesebb arca van a csajnak. És majd nézzétek meg utána, amikor visszavált a játék majd. You should see your face right now. What if I drown? You're not gonna drown. You gotta work on that confidence, kiddo. Yeah, keep laughing, old man. Just see what happens. This way. The worst. Ja, mert gondolom most tanult meg úszni egy kicsit. Tehát ugye nem tudott úszni eddig a csaj. Az első rész mindig ez volt a baj. Ekkora szemétládó volt. Megint bebassza a vízbe. Megint bevágja a vízbe, fogadjunk. Nem, az most tényleg szaros. How's that feel? Refreshing. Yeah, it's not nice getting pushed in, is it? Well, actually, we need to swim through this part anyway. I got you back. You're angry and upset. I am very angry and upset. Now, come on. Hey. Wow, ez az jól néz ki. You want me to dive under here? Take a deep breath. Yeah, I got this. Ez azért jól megcsinálták ezt a víz alatti részt. Meg a hangokat is, hogy az előbb hallottatok, hogy fejünk fölött beszélt Joel. Wow! Ez azért nem néz ki rosszul. Azért a PS4-ből tényleg próbálják kihozni azt, ami benne van. Nézd meg, ilyen bőrgatya van a csajon. Az is mennyire látszik, hogy így át van ázva teljesen az egész. Meg a táska is, nézzétek meg. Nagyon jól megcsinálták. Ez ennyit bír a PS4, de nincs benne több. De bőven jó ez ebbe a generációba még. Majd a kövibe kapunk egy durvább dolgot. Hova viszi egyébként? Hát én is ezt kérdezem. Sixth grade history teacher wanting to apologize for being a massive dick. I beg your pardon? My friend and I would argue whenever he called the Fireflies terrorists. We got a lot of detention. It's hard when they're dicks. Here. Most veszek a háromszöggel húzza föl. Okay. Fuck it. I'm done guessing. Well, good. But, like, is it a massive comic book collection? No, wait. A new DVD collection? Yes. Listen, which one? Just yes. How about laser discs? I heard that's a thing. Laser lemezek. No. Joel? Na mi van? Hogy én menjek? Szevasz, Moki, jó éjszakát! Hát mi se toljuk már tovább, körülbelül 5 perc még. Szerintem nem lesz túlzottan hosszabb ez. Holy shit, Joel! We're here. Hát tényleg egy dinoszaurusz, baszki!
Mondom én. Hát, hogy tényleg. Surprise. Holy shit. Oh, it's a motherfucking dinosaur. Ja, múzeumba hozta. Ilyen izé múzeumba. Ilyen történelmi, meg izé írja is, hogy... Wyoming Museum of Science and... Ja, Science, tudományi és történelmi múzeum. Maria. She told me about it. De király! Figured it'd be right up your alley. Figured right. Felállt rám aszni? Na, megnézzük. Wow, micsoda mászás volt. King of the tyrant lizards. That's a big boy. De érted, a szinkron megint hihetetlen. Ó, és itt is elkezdett írogatni egy csomó mindent. Várjátok csak, és ezt most el tudjuk olvasgatni? Mert ez azt hiszem nincs benne a másik füzetbe. A farműszak szívás. Nem értem, miért vannak, akik ezt a beosztást kérik. Emlékeztető magamnak beszélni Máriával, hogy legkorábban mikor jelentkeztetek járőrözésre. Ugye itt kapcsolódtunk be a játékba, amikor már mi is ilyen járőrszolgálatosok voltunk. Dinával találtunk egy menő régi táborhelyet. Azt mondta, hogy nyáron oda szoktak járni a gyerekekkel szórakozni. Találtunk egy csomó rajzcuccot. Dina színes papírlapokat vágott ki, és koronát csinált nekünk, amíg odakint esett. Jó kis nap volt. Joel azt mondta, táborozni visz jövő héten a szülinapomon. Talált valamit, amit szerinte imádni fogok. Nagyon büszke magára, önelégült vén csont. Kett mellém ült a mozizás alatt, a könyökünk folyton összeért. Talán szándékosan csinálta? Nem tudom. Talán nem. Valószínűleg nem. Dina csinált egy koronát a szülinapomra, visszament abba a táborba és hozott színes papírokat. Egész jó. Ennyi? Ennyi. Hát és a dino az aljára. Ó! Oh. Wow! Look at me! I'm on a motherfucking dinosaur! ez jó pofák ezek a dolgok azért. Aki ezt értékeli, az... Sos leesne. Bum, és még a játéknak. És érted, azelőtt vége a játéknak, hogy elkezdték volna. Milyen gyors fejlesztés lett volna. Csak ennyi, idáig kellett volna a játékot megcsinálni. Sőt, idáig se, mert ugye meghalt, és hát nincs előzménye. De most... Le akar ugrani, tényleg? Azért most nem akarok beszólni, de... Itt körülbelül 3 mm az, ahol mély a víz. És azt onnan eltalálni... Jó van, kis saj. Van benne kurázsi. Jó napot kívánok. Egy brossúra, bazeg. Leírás. Oké. És be is tudunk menni vajon, vagy le van zárva? De túlzottan nagy futás nem enged a játék. Egy szék. Oh, hello. Sorry, the dinosaurs are busy right now. What are you doing? Oh, wait. One of the dinosaurs is here. Joel, it's for you. Very good. Nem fasz meg. You get it? It's because you're old.
No, I get it. Yeah. Okay. Ó, Istenem. Ellie a recepciós. Azt a címet kell adni a streamnek, srácok. Látjátok, ott írja, hogy a dino nem süket. A dino hal. Ó, ezek a izék. Ezek csámcsokták meg a jányt a Jurassic Park 3-ba, meg a 2-ben a csávókámat. Compsognathus. Húh, ez a big name for little guys. Ezek azok a kis izék, ezek a... Ez ilyen kis csiporászók. Wow! A jó kis Triceratops. Stegosaurus? Raptor van? Hol a raptor? Ne szórakozzunk, raptort akarok. Wow, this one's brain was the size of a walnut. No, no way. Looks like you two have something in common. Oh, good one. De a végén elolvassuk az összeset. Ceratops means three-horned face. You would not want to be on the business end of that horn. Brahilo? Dimetrodon was an apex predator. What's an apex predator? The most badass predator? Huh. Pretty short for that. Wait, were you talking about me? Ezek a beszólások, könyörgöm. Gallimimus's name means chicken mimic. Who names these? Scientists. Well, they're dumb. Brachiosaurus ate 600 pounds of plants each day. Ooh, imagine the poops. Levonta a következtetés. Legfontosabb következtetés levonta a csaj. This one looks like a bird. Well, actually, paleontologists believe that birds were descended from dinosaurs. Well, excuse me, Mr. Professor. I happen to know a thing or two. Rohadt jó. Again? Look how thick this one's skull is. Kind of looks like Tony. I'm telling him you said that. Please don't. Catch it in the right light. Boom. Tommy. Velociraptor. Oh, what the? So small. I guess you can't trust the movies. Hát igen, Jurassic Parkor. Jó, arra nincs semmi. Akkor csak az emelet marad? De ez tök jó, hogy megint megtöri legalább valami a játékot. A lánya. Igen, és az, hogy a legkisebb mértékig olyan pontossággal és minőségével van lenarrálva az egész és leszinkronizálva, iszonyatos, hát vagy na, szinkronizálva, felmondva a szöveg, és eljátszva, hogy hihetetlen. Ez ilyen bolygó cucc, hogy hány millió, trillió év telt el. Did you know this was here? Oh, you don't like it. We can head back. Oh, shut up. Bolygók. Mi milyen messze van egymástól, gondolom. Oh,
Hey, Joel, can you name all the planets? My very educated mother just served us nice pizzas. Did you just have a stroke? Befelmondóka. Mercury, very Venus, mother Mars. Oh, okay. I get it. That's pretty cool. Igen, a nap körüli keringés. Gyakorlatilag az év. Az űrrepülők. Joel, guess what the first animal to go to space was? I don't have to guess, that was a monkey. No, it was fruit flies. Yeah, in 1947. It was to see radiation exposure at high altitudes. And they lived through it. Dadgum, bro, you are smart. Thanks. Did they become superfly? What? Oh. Wow. Mit körmölt le? Egy nap. Holdjáró. Oh, fuck yeah. Where's the steering wheel? Rovers don't use steering wheels. They use joysticks. Huh. Hang on. Here's the real one. And considering they left the real ones on the moon, I would say no. Mennyi esze van? Mennyi esze van? Űrállomások. Ez a leszálló komp. De nézzétek meg az ajtót is, hogy milyen rohadt részletességgel meg van csinálva. És ki lehet választani, melyiket akarom fölhúzni? Aha! De nézzétek meg, ezt is mennyire brutálisan, aprólékosan szépen kidolgozták meg minden. Na, melyiket vigyük? Ez ilyen csuda érdekesen néz ki. Ez jó. Da, nem nagy rá. Da. Like space. And dust. After you. Tehát egy idézőjelben ennyire semmit mondó kis részlet, az hogy virít a csúszli azért a hátán, hogy megint a gatyájával. Nézzétek meg, mennyire brutálisan ki van dolgozva az egész. Nem az, hogy egy elnagyolt szart kapsz. Hihetetlen. És egy... Happy birthday, kiddo. What is this? This is a thing that took a mighty effort to find. Hihetetlen a grafika egyébként. Nagyon jó el van találva. Hihetetlen jó. Close your eyes. It'll be worth it. Okay. Mit adott neki? Már a kazettán kívül, hogy... Oh.
Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. You're welcome, kiddo. Hihetetlenül szereti a csajt egyébként. What do you say we keep looking around, huh? Yeah, I guess. És értitek, egy olyan, tehát most ezt is, aki csak simán végigrohan a pályán és nem jön ide föl, vagy valami, vagy én nem tudom, biztos, hogy kell hozzá tovább menni a játék egyébként, de most, ha csak annyi lett volna, értitek, hogy be tudsz szállni a gépbe meg ki, az is már egy olyan részletesség, hogy tehát lehet, hogy valaki kihagyja. Tehát egy olyan ilyen leszálló podot készítettek el emberek akár több hónapon keresztül ilyen részletességgel, amiben lehet, hogy a játékosok 90%-a magasról tojik, és meg se nézte volna. Wow. There's more museum stuff over there. Yeah, I never checked out that building. Well, let's go. And just how do you plan on getting yourself over there? Így. You ever give anyone else this much grief? Get down here! No! Hey, whose birthday is it? You can't keep doing that. Mennyire tetszik a csajnak, hogy tud úszni végre. Azt nem fél semmitől ilyen elven. Na, Joel papa. Lássunk egy seggest. A good splash. We've got more exploring to do. És figyeld, hogyha nem mozgok, ahogy a sodrás viszi a karaktert, nézd meg, hogy mennyire figyeltek még erre is. Hogy szépen tartja magát a csaj, de hogy a sodrás van, úgy megyek szépen lefele. Hol láttatok ilyen vagy ilyenféle játékban ilyen részletességet, hogy ennyire figyelnek ezekre a dolgokra is? Sehol, megmondom. Állnál a vízbe, mint a szöveg, miközben gyakorlatilag egy sodráson mész keresztül. Ez a természettudományi részleg lesz. Hey, who's being there? I don't know. I'll open the door for you. Come on, we can't chicken out now. Na, jó más, Joel. Dob fel a jányt. Alright. Go. There.
Így van, így van, így van. Okay, bad news. There's shit blocking the door. Well, see if you can find me another way in. I'll walk around the outside. Okay, be safe. You be safe. There are dinosaurs around. Természettörténeti központ Észak-Amerika állatvilága. Stay strong, buddy. Na jó, belemásztam egyébként ebbe a részbe, azt hittem ez egy gyorsabb rész lesz, srácok. Aztán most már belenyúltunk az éjfélbe rendesen. Na mindegy, most már befejezzük, és nem maradunk itt. Öltem értük. Ez az ilyen madárház, vagy... Négy katonát a kapunál, az utolsó sírt. Járt itt akkor már valaki. Ez egy kicsit ilyen deepebb hely. Bazd meg. A nőt, akit megkínoztunk, a saját vérbe fulladt bele. Mi van? Mi van? Van itt van elmebeteg idióta pont a születésnapunkon? Egyébként kb. Addig tudunk játszani, srácok, amíg kiírta az előbb a PlayStation, hogy lemerül a kontrollerem. Konkrétan. A cselengőket, akiket beszöktek a táborba, csak kaját akartak. Öt tölténnyel. A gyereket, aki beszaladt a robbanásba, nem tudtam megállítani. Mi van? Az embereket a furgóban bezártuk és elgázosítottuk őket. Jézusom, mi az Isten van itt? Ezek kicsodák, ezek megint ezek az elmerodjant farkasok? Sok. Tudok fölvenni életmentő cuccokat, meg mindent. Jézusom, hova csöppentem én? Nem fogja kibírni, srácok, a kontroller. Azt hittem, ez egy ilyen 10 perces kis szakasz. Itt viszont már healt tudok craftolni lassan. Ajajajajajaj, itt harcolni is kell, meg minden szar. Akkor itt bajok lesznek. Ah, hát kelleni fog. Hát jó, megpróbálom megnézni. Véget akartunk vetni a szenvedésnek, vissza akartuk állítani az emberiséget. Minden alkalommal feláldoztunk egy kicsit magunkból, a vezetőink azt mondták, meg fogja érni. Most pedig feloszlottunk, és semmit sem tudunk felmutatni a bűneinkért cserébe. Azt hittem, ha idejövök, talán feltámad valami. Találok egy célt, a szüleim szerettek idejönni. Az egyik legkorábbi emlékem a járvány előttről, még a sok kegyetlenség előtt. Ezektől az emlékektől csak dühösebb lettem. Nem akarok többet ebben a világban élni. Nem tudok ránézni arra, akivé lettem. Szép. Nem tudok craftolni. Majd szép vaddisznó.
I'm in here. Who was it? Egy vaddisznó. It's just some animal. Egy vaddisznó. Fireflies. Well, let's get a move on. I want to get a fire going before it gets too dark. Come on. Akkor megoldottuk, hogy meddig tart a dolog. Látjátok? Nézzétek meg az arcát, meg a karját, mindent. Mennyivel sokkal szögletesebb, egy kicsit ilyen nyúltabb, tehát sokkal vékonyabb, csontosabb, na. Látjátok? Valaki viszont a rádiót piszkálta. Csaj megállott. Na, viszont srácok, itt tényleg abba adjuk, mert itt tudunk gyakorolni a gitáron. Ezt megmutatom majd nektek egyébként, amit akartam a múltkor, csak tényleg le fog merülni a kontroller úgyis, ugye nem fogom tudni. Úgyhogy innen fogjuk folytatni. Szerintem egy egész jó kis részt tudtunk haladni. Elég sokat. És fú, hát itt volt minden. Nagyon kellemes, nagyon szép kis melankólikus, nyugodt részek. Aztán szokásosan, ahogy a Last of Us-nál megismerhettük, bum bele a közepébe, őrült menekülés, harc, minden 10 percbe besűrítve, aztán megint vissza, zseniálisan csinálja egyébként a Naughty Dog ezt a kontrasztot tényleg, hogy egy másodperc alatt kibillent abból a komfortzónádból, ahogy elhiszed a játékról, hogy most nyugodtan elengedhetsz mindent, nyugodt dolog fog jönni, nem fog semmi olyan extra dolog történni, amiatt feszültem, figyelned kéne, de igen, de ott van, és egy másodperc alatt fordítja meg a történéseket. Hihetetlen, nagyon-nagyon jó csinálja.